Jó, első feladat. Jó. Jobb kezes karlóvezetéssel kezdünk. Jó. Három elütés után csak karlóba, tehát nincs mélyen csak karlóba. Jó, szépen fogsz, hát itt hozzad fel a labdát. Jó, három elütés után mehet. Jó, hogy a karlóvezetéssel amikor a maradnak a labdák, ugye a döntéshozatalhoz egy-két lámpás feladatnak
Sziasztok! Döntéshozatali feladatokkal fogunk foglalkozni. Az előbb felépített pákocsal ezért fogunk kiindulni. Ugye három lámpát látok, kettő oldal, illetve egy fönt a gyűrű mögött. Feladat az úgy kezdődik, hogy az oldalon szembe helyezkedünk el, partávolságra a boxtól. Befejezetlen nem volt. Folyamatosan vezetett helyre a labdát, a sárga lesz az indítószín. Maga a pillanat, hogy megkapod az indítószínt, szembe kell kerülni a gyűrűvel, kell használni azt a lábunkát, amit eddig gyakoroltál, a labdát le kell tenni. Következő jelzést föntről kapod, hogyha zöld, akkor megyünk jobbra. A piros, akkor megyünk balra. Rendben? Kérdés az az, értelemszerűen fekete dobást vettünk végre, itt a tengén, ha ő jobbra ment, akkor csináld meg még egyszer a pákitot, várd meg, hogy befejezze a dobást, és utána tudjon. Jó? Megvárjuk, amíg a feketével kezdeni. Készül. Várj meg, hogy megvárjuk. Oké, most indulom. És indulj. És következő gyengény. Oké. Gyorsan lábára. Következő kérlek szépen egy egyet, akkor legyen balra, de menjünk tovább. És mondják el. És gyors volt. Jó, megyünk egyet tovább. Jobbra mentél, amikor ő befejezte, meg kell csinálni egy elszakadalomba vezetést, az elszakadalomba vezetésből látkozott, látogatott kérek szépen. Ezt próbáljuk meg lezárni párosába egy közeli középtávolba, festéken belülről. Jó? Készülünk. És megyünk. Következő vállalatban. Következő vállalatban. És már megyünk. Következő vállalatban. Pirosan az végig. És már megyünk. Gyerek vagy. Akkor koncentrálják. Elszakad a vezetés után meg. Jó, stop. Oké, megy vissza. Mit beszéltünk meg, melyik személy? Zöld a jobb. Ugye ő betölt jobbra, neked meg kell támadni a büntetővonalat, itt lezárt a védő, el kell szakadni. Az elszakadó a vezetés, legalább két lengés kérek hátra. Háromhatosan kívül előtt jövődött. Készül. Várnak a sötétele. És megy. És piros. És szakadjál. Gracias.
milyen sportot vigyetek a boxokat, vigyetek a boxokat. Az edzés későbbi részében két ember kapcsolatára foglalkozni, és bele fogjuk kapni a spacing-et is. Jó, ez csak egy ilyen picit frissítés volt neki, hogy emlékeztenek ezekre a dolgokra. Ezeket a feladatokat az edzés elejére, hogy belerakják, akkor a gyerekek elkezdenek már koncentrálni, illetve egyfajta új, impulzus kapnak már korán az edzésen, mert remélhetőleg megtalálják. Jó, köszönöm, és akkor a buknak visszaadom. Jó, ugye ezt a szerintem, hogy nyilván már ugye 11
fogva, támadó végből. Kérek szépen jönni. Jó. A feladat most az ellentétes oldali feljövetel, illetve ugye a helyezkedés, a feltöltés lesz. Ugye minden tudnak már annak a filozófiája, hogy hogyan védi alatt a nélküli támadót, ugye szorosan irányba, vagy pedig openbe. Ezt úgy fogjuk most megcsinálni, hogy az egyik oldalat irányba, hogy most ezen az oldalon irányba érkezés lesz, majd akkor átadjuk a másik oldalra, akkor szépen akkor megvédjük. Megvan az ellátás elvezetés. Ugye, hogyha nagyon szoros, akkor be kell tolnom a védőnek, védőről elszakadás van, hát van a passz, középről indítjuk az egyet, és ahhoz képest van egy nélküli helyezkedés. Az egyet elsősorban be akarok fejezni, ha semmiképpen nem tudom, akkor lehet kipasszolni, és ott van egy dobás. Ugye ugyanúgy oldal, megvan a fekét, akkor az egyet. Jó, és de üzletünk a fenésítéset, és mit közelek? Köszönöm, elszakadás, rosszér, az. Igen, nagyon szép, hogy egy látjuk a támadónak az elszakadásába, ugye a letolókkal mondták, ahogy elszakadon a végülnek a kezét, nagyon szépen látszott. Igen, voltak a végülvel is arra. Nagyon szép fordul az a helyezkedés. Ugye itt nagyon fontos még az időzítés. Egy beszélt fogó, illetve nagy után a többiek, hogy hogyan indítsuk meg, mikor indítsuk a mozgását, illetve amit ma szokott még lenni, az az, hogy nem tudom, az utó mozgással dolgoznak a gyerekek, hanem oldal az oldal, és azt szép, hogy indulnak meg, ezeket nagyon fontos javítani. Nagyon is megindulnak, nagyon szép, hogy még a helyezkedés. Jó, megvan a három, akkor megyünk a másik oldalra. Az ugye szép kicsit, ha kiszállom. Azaz, nézzük, hogy igen, ugye nagyon szépen látjuk itt a passzolásnál, és nagyon fontos feladat, a külső kézzel passzolok, nem két kezes másodra, nem első kézzel, elvezette a labdát, és végül a külső kezével passzolja. Az első részében majd a védőknek kötelezőség.
vezető, hogy így elszakadás, begyújt, nem kapsz labdát. Elindítod az átfutást. Megy az egyen, van egy helyezkedő ellentétes oldali, kapott labda, először igen, hogy jobbkezes betörés, kötelező segítés, alapvonalról megvan nagyon szépen a helyezkedés. Oké, ez mehet. Az igen, igen, és a betörés, nagyon szép, bravo, bravo. Igen, másra a kétőkéből a csalabdán, jó? Igen. Azaz, jó figyeljünk majd, hogy szedél az elvezetésnél, amikor meg nem is sok összöt elvezetjük. Ugye emlékszem, hogy kezdtük, hogy már itt van, és abból van az önnézet. Nem tudod, az egy jelzés után azt mondta, tehát azt nézzük meg. Nagyon jó, hogy Zsófi, a helyezkedés, bravo. Ugye most már a 45 fokból, hogy az előző feladatnál már látszik, hogy készen van már kapott, tehát nem akarom szólni az egyedre, úgyhogy tényleg megyünk, jó, az időzítésre figyelj. Jó, köszönöm. Marad még ugyanez az oldal, viszont most bal kezes betörés lesz. Jó, tehát bal kezes betörés, és ahhoz képest a helyezkedés. Mehet. Azaz, megállok ott van, gyere ki a jósalakra, figyeljük, hogy ne tenned a tüntető területen álljál, hogy a kifelé. Jó, és megérszik a karány mögé. Jó, tehát azt a bolteret használjuk, ami gyakorlatilag a védő háta mögött van. Nagyon jó. Jó. Lejjebb, Sofi, lejjebb. Jó, egy csinálványon megállunk, azt a területet használjuk, amit megbeszéltünk, ugye? Ezt a területet használjuk, nem itt állsz meg a sosszát, nem jó? Mert gyakorlatilag szinte déli hátra mögött meg. Ez a külsőbb kéz, nagyon szép, ugye? Jó. Jól nézzük meg, ha lehet még egy legyen. Jól nézzük meg az eszközet, már ugye egy lehet egyet fog passzolni, jó? Mehet? Az azt kérde, ha lehet, kérde a labdát, kérde a labdát, hogy jó, kicsit, álljunk, vissza. Jó, szeretném, ha kérnék a labdát a befutásnál is, jó? Oké, mehet? A hátsó befutásnál is kérdezik, megállunk, hallunk, gyerek ki a gyerek a büntetőből. Azaz, szuper. Jó, átmegyünk a másik oldalra, jó, átmegyünk a másik oldalra, viszont most itt a feladat, hogy a védőnek nem kötelező segíteni. Tehát a védő dönti el, hogyha segít, akkor lepasszolod, ha nem segít, akkor nem passzolod. Jó? Szuper, megyünk. Betörés, nem segít, nagyon szépen fel is mentelék a rájt. Bravo. Szépen már kivagyunk. Bravo. Futó mozgással, dinamikusan, nagyon jó vagyunk. Igen. Figyeljünk, akkor helyezzük ott alul. Bravo, szép. Bravo. Szépen vetted észre. Nagyon jó vagyunk. Igen. Igen.
szépen közöttem. No? Következő feladatnál egy landás és egy landa nélküli játékosok kapcsolatát fogjuk megnézni. Majd vagyunk közé 45 fok. Jó? Folytatjuk az eddig felépített edzéstünetet. Ahogy megkapjátok a jelet, az első jelet megkapod, mert egy nyomásvonalást nem sikerülni majd a ragadtát. Jó? Az első felvillanó jel, csak azt jelenti, hogy elindul a feladat. Ha az első gólya zöld, akkor neked kötelező befutnod. Ha befutod, értelemszerűen passzoljuk meg, lehetővel a kérdezés más találkozást azt a legjobb. Jó? Ha a felső gólya piros, az azt jelenti, hogy nem tud befutni, azért el kell szakadni. Akkor törzi föl, lép fel a kóra. Onnantól kezdve, következő jelenleg ismétlenül fogja begyűjteni a játékos gyűrűből. Ha a zöld, az azt jelenti a labdavezetőnek, hogy egyenes az út a gyűrűig, van egy betörése, közeli betörése, a labda nélkülnek viszont a tolódási szabályokat figyelembe véve azonnal tölteni meg. Jó? Ha mind a kettő piros, az azt jelenti, hogy nem fogni befutni, ezért passzol középre, és végre hagyd egy backcourt. Backcourt passzoljuk meg, fejezzük a dobással. Lehetőleg a kosárra. Jó, mert mehetünk, vezetkezés kumba, kumba, és a befutunk, oké, következő, egy kumba, és indulunk, és tud be, oké, és koncentrálj, és töltöttem még. És töltöttem még. És töltöttem még. Sima befutás. Következő. Mindig a labda nélkül a magasabb, ha betudjuk ki a gyűrű alá, akkor adjuk el neki a labdát. Maga a rendszer véletlenszerűen mondja össze a színeket. Az előbb a telefonnal egy pici kalapra volt, mint egy piros-piros. Bekapcsolunk egy harmadik szint is. Jó?
Ez pedig a kék szín lesz. És reméljük, hogy most meg is teszi. Ott a kék. Jó. Az első jelenet, amik az előbb elhangzottak, tehát az első jel, az arról szól, hogy elindulunk. A második, ha ez zöld, akkor ugyanúgy befutunk. Ha ez piros, elszakadunk. Ha a középső, a fő, kék, abban a pillanatban kell futnod egy backdoor-t. Labdanak. Oké. Ha ez piros volt, akkor onnantól kezdve már tudod, hogy te szeretnél jönni. Ha ez zöld, végig viszed, be kell fejezni. Neked az elveknek megfelelően meg kell csinálni az ellenzolást. Azonban, hogyha ő kék, a felső, rabban a pillanatban egy sebet lesz kell adni betörésnek, hogy hátrasarkozást kérek, te pedig sprint, és három pontosan belül kell a labdát, itt lehet a rálépés a dobás. Oké? Lenne csak? Na nyelj! Vezess, 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 befutni. Tehát látjátok, hogy azért már egy kicsit rövidősebbek, de nekik sem olyan egyszerű, hogy az alatt valamire kell koncentrálni végig. Kéknek volt. Aha. Picit lehet neki segíteni a hangodat. Gyerünk. Visszük ki. És tolódni. Stop. Mi volt a tüle? Zöld. Fekete. Újra. Gyerünk, go. Vezess, vezess, vezess. Piros, piros, passz készülni. Rá, 2000-es első, amit mondjuk is, veszem pontosan, hogy itt álltok rá. Piros, piros. Oké. Szép. És se tudom menni, az. Oké. Menni. Az backdoor rá. És a backdoor. Sok, sok, sok. Lenne, kicsit a indulunk lejjebb. Szélesen jó. És akkor lesz idő arra, hogy reagálja arra, ami történik. Karmunkát tett hozzá, és próbálj meg most már kommunikálni is. Jó, például amit. Go! Köszönöm szépen!
Jó, akkor az utolsó feladatban, ugye betesszük most 3-3-ba ezeket a mozgásokat, helyezkedéseket, amiket tanultuk, a szerzésen, úgyhogy legyen tisztelsebb följönni, jó? Minden csapatban egy csere, egy labdát vegyetek középről, indítjuk a játékot. Ugye, ahogy Antás is tényleg elmondta, ugye nagyon szépen szisztematikusan felépítve az egészen egyszerű gyakorlatokról, lehet eljutni ezeket a nagyon gyakorlatokig, de a 12-ben nagyon jól veszik az adást a gyereket, és nagyon könnyen tanulnak meg új dolgokat. Úgyhogy nem tudjátok kipróbálni ezeket, amiket most láttatok, mert tényleg nagyon szépen lehet velük haladni. Jó, tehát a feladat és a támadásban az csak azt próbáljuk megcsinálni, jó, amiket most gyakoroltunk. Lehetünk. Nagyon szép. Kezdjük meg még egyszer? Legyen a védekezésünk már meg, jó? Tehát gyakoroljuk, vagy a másik a feladást, jó? Tehát legyen egy nagyon kemény védekezésünk oldalra. Azaz, nagyon szép, fejfeltörtés, és az egyet. Fejezzük? Úgy viszont, igen. Nagyon jó volt. Nagyon jó helyre mentél a vízre. Szépen használod azt a kis kisakadot. Nyújt után. Nagyon jó. Szuper cselezésből indul, helyezkedik a képlembe. Nagyon szép. Jó, Zola, legyen fönn a fejed, akkor látod, hogy van a segítés oldalról. Nagyon szépen ment le a hozzá, ki lehetett volna használni a másik közelebb a lépől, közelebb. Ugye a 12-ben már a passzoknál is, ugye akár másfél évezet partított korogáltadások, tehát azért elég ahhoz képest, hogy 12-ben nagyon passzra kell állni ezek a gyerekek, hogyha tanítjuk neki, hogy akkor be tudja is folyamatosan. Nagyon szép. A cseréljük össze, jó? Cseréljük. Jó, még egy támadásra van a sárgán, hogy az
Na nézzük, hogy egy nagyon jó megoldás. Fussál, igen. Ja. Ja, és a zöld is látom, hogy a sárban van valami még. Zöld. Jó oldalt védekez a gyerekek. Védekezünk oldalt. A fussál nagyon szép, rákozni. Egyszer hozzuk, kommunikálni. Egyébként ezek a... Egy picit visszamész. Tehát
ez nagyon magas playáról és playáról per perc értéke. Tehát azt gondolnám, hogy ez nem megterhelő edzés, de hogy is nem, az izületek számára egy borzasztó nagy, egy idézőjelben traumát jelent, és nem attól lett erős az edzés, hogy vonattól vonalig futottak, de elképesztő mennyiségű lábmunkát csináltak meg a gyerekek, és ettől rettenetesen fáradtizó mind az idegrendszerük, mind pedig az izomrendszerük, tehát egy ilyen nap után valójában biztos, hogy egy regenerációnak vagy egy pihenő napnak kell, hogy következzen. Úgyhogy ezek azért egy nagyon érdekes adatok, és hát ezt szeretük volna egy kis rövid pár percre, és akkor mennénk tovább az U14 rehabiljától, és akkor át kéne dugni az egy laptopon.